futball ünnep a Csallóközi Magyarság központjában a dunaszerdahelyi DAC korábbi anyagi nehézségei és pontlevonásai ellenére új tulajdonosával bent maradt a 12 csapatos szlovák élvonalban. Ezt a 7000-nél több szurkoló úgy fogadta, mint egy bajnoki címet. Ez az egyik legtöbb nézőt vonzó csapat. A DAC jövőre már akár Európa Liga indulásra is hajtana, és új stadiont is építenek. Új tulajdonosukkal Németh Krisztián sportigazgató, Radvány Miklós vezetőedző és Szabó Otto hazatért játékos a vendégeink. Jó reggelt kívánok, uraim! Hát én ott voltam Nagyszombat ellen ezen a sorsdöntő meccsen, tényleg, mintha bajnoki címet ünnepelt volna a szurkolótábor, és ez a szurkolótábor, ez a tavasszal visszatért, és elképesztő eufóriával ünnepelte, és biztatta a csapatot. Miért? Miért ez a lelkesedés? Mivel a Szerdahely az egy fociváros, és nagyon ki volt éhezve már egy jó ideje, hogy egy jó foci ismét a városba térjen. Ahol annak idején még a Bayern München is megfordult. Így van, és mindenki azt várja vissza. De egy hosszú ideig nem volt rend igazából a csapaton belül, így a szurkolótábor sem volt megfelelő számban kint a meccseken. És most bekövetkezett új tulajdonosváltás, aki a Szerdahelyek és a Csallóköziek azok tudják, hogy milyen folyamatok jöttek létre évek során, úgyhogy bekövetkezett egy rend, ami ismét egy reményt adott arra, hogy az legyen, ami régebben volt az az éra. Hát igen, ez egy nagyon nehéz év volt, Miklós, igaz? Pontosan az, hogy ugye Világi Oszkár személyében komoly tulajdonos jelent meg, véget értek a zavaros időszakok, volt itten külföldi befektető, voltak magyarok. Na szóval, mi volt itt tavasszal a legnehezebb feladat? Hogy lehet kirángatni a kátyúból a szekeret, hogy meglegyen a bentmaradás? Most ez volt a legfontosabb. Igen, levontak tőlünk 6 pontot, ezt már a tavasz kezdet előtt tudtuk. Nagyon fontos volt, ahogy Otto mondta, a tulajdonosváltás, és amint jött egy új tulajdonos, minőségi játékosokat tudtunk megszólítani, akik az utolsó percben a csapat rendelkezésére álltak. Nagyon fontos volt, hogy a csapat maga mögött érezte szurkolótábort, aki az első fordulótól kezdve nagy létszámban volt a stadionban, úgyhogy ez nagyon fontos volt. És én azt hiszem, hogy a csapat nagyon jó csapat kovácsolódott össze, nagyon jó a kollektív, és azt hiszem ennek tudható be az, hogy végül sikerült megszerezni annyi pontot, hogy bent maradtunk az első ligában. Na most, Krisztián, innentől kezdve jön az építkezés, gondolom, ahogy ezt említettem, nagy tervek vannak. Stadion, meg hát gondolom igazolásokban is, igaz? Igen, jelenleg az utunk elején járunk. Természetesen ennek a fél évnek az első számú feladata az volt, hogy bent maradjunk az első osztályba, de ez az útunk eleje. Nagyon komoly terveink vannak, tulajdonosunk Világi Oszkár víziója tényleg egy európai szintű csapatot építeni Felvidéken, Dunaszerdahelyen. Ez megvan a támogatottságunk, és biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogjuk csinálni. Első számú célpontunk természetesen az, hogy egy jól működő akadémiát építsünk ki, mert nagyon fontos számunkra az, hogy saját nevelésű játékosok tényleg versenyképesek legyenek. Tehát a kötődés az fontos lesz. Nagyon fontos. Tehát nem egy légiósokból álló, külföldiekből álló csapatot. Így van. Ez lépésről lépésre szeretnénk haladni, és ami fontos volt, hogy sikerült visszacsalogatni például akár Ottit, akár Straka Gábort, vagy tovább a Szarka Ákost. Ezeket a játékosokat, akik a régióból származtak el, és játszottak első osztály máshol, sikerült visszacsalogatni őket, de szeretnénk fokozatosan saját nevelésű játékosokkal játszani ezt az első osztályt. Hát most Otto, amikor a bizonyos bemaradás jelentő szabadrugás gólt becsavartad, akkor gondolom, hogy végigfutotta benned, hogy hát az így a legjobb hazatérni, nem? Igen, a Holt környékén jártam abban a pillanatban, hogy azt tudtam, milyen rendezvényen vagyok, de jó érzés volt, de szerintem ezen a meccsen nem a gólt rúgni volt nehéz, hanem azt a 80 percen át megtartani ezt a mérkőzést, mert ez egy nagy nyomás volt. Hát rajta. Meg aztán a végén kivárni, hogy közben a Szlován mit játszik Pozsonyba a Nyitrával. Ez a csapat és ez a klub, ez mindig is és most is nagyon komoly szimbolikus értékkel is bír, az ottani magyarságnak egy fontos szimbóluma. Mennyire értik és érzik át ezt a szlovák játékosok? Mert azért vannak szép számú a szlovák játékosok a csapatban. Vannak játékosok, akik igazából fogalmuk se volt, hogy tényleg, hogy mit jelent, de mivel most már a szurkolók
nem csak a meccsekre járnak ki, hanem a szurkolók hívnak minket, hogy üljünk össze és beszéljük el a dolgokat, és nem csak a hazai játékosokat, mint engem vagy csapattársaimat, hanem tényleg egy szlovák játékosokat, akik... Ugyanúgy lelkesednek a szlovák játékosokért, ezt lehet látni. Így tehát van, így van, mert azért a pályára a szívüket oda teszik, úgyhogy nekik ez a legfontosabb. De most már a játékosok is úgy állnak hozzá, hogy ők ezt nem tudták, és kicsit tartottak ettől az egésztől, és most örülnek, hogy azt a lépést hozták, hogy ide jöttek játszani, és Dunaszerdára jöttek játszani. Hát ennél a feladatnál jövőre, hogyha nagyobb lesz a tét, Miklós, akkor azért az lehet, hogy még nehezebb lesz, nem? Mármint, hogy jó hangzik ez, hogy benn kellett maradni, és ez nagyon fontos volt, de azért ez így kevés lesz már, hogyha a tulajdonos nagy célokat tűz ki. Tulajdonképpen, ahogy a Krisztián is mondta, azon dolgozunk, hogy megtartjuk elsősorban ezt a csapatot, ami volt tavasszal, és szeretnénk minőségi igazolásokat véghez vinni, úgyhogy bízok benne, hogy ez sikerülni fog, és tulajdonképpen ez számomra jó, mert szeretem a kihívásokat, és ez egy új kihívás lesz számomra. Tavaly évben sikerült megnyerni a másik ligát a csapattal, most ilyen körülmények között sikerült bent tartani, úgyhogy bízok benne, hogy jövőre feljebb lépünk, és hogy még egyszer nem kell ezt átélni, mint ebben az évben átéltünk, hogy az utolsó pillanatig rettegünk, hogy kéne esünk, úgyhogy és ezzel a tulajdonossal tulajdonképpen merjünk nagyokat álmodni, én azt mondom, úgyhogy bízok a szebb jövőben. Dunaszerdáján, az edzéseken meg a meccseken a szlovák és a magyar, tehát kettő a parancsnoklásnak a nyelve? Tulajdonképpen a edzéseket szlovák nyelven vezessük. Azelőtt több nyelvet kellett használni, mert több idegen légiós volt. Most is vannak ott két kameruni srác, akivel angolul tulajdonképpen kommunikálunk. De ebben Dunaszerdán soha semmilyen probléma nem volt, úgyhogy de még egyszer mondom, a edzéseken szlovák nyelven folyik a edzés. Krisztián, az, hogy ez a csapat a szlovák élvonalban mondjuk dobogó esélyes legyen idővel, nemzetközi porondra is ki tudjon lépni, ahhoz mondjuk a mostaniakhoz képest a következő években milyen költségvetéssel kell dolgozni, és milyen költségvetés biztosít a tulajdonos? Mondjuk ha próbálom összehasonlítani a magyar klubokkal, ne menjünk messzire, nézzünk mondjuk egy Fehérvárt vagy Győrt. Hát természetesen egyenlőre még szerények vagyunk. Egyenlőre fokozatosan szeretnénk hát felnőni egy Győr vagy akár Székesfehérvár szintjére, de meg kell mondanunk, hogy szerényebbek a feltételeink, de becsületesen dolgozunk, és tényleg amit a tulajdonos ígér, az minden teljesítve van. És ez egy nagy tőke, óriási tőke, ezt tudjuk jól, hogy úgy Magyarországon, úgy Szlovákiában is, hogy egy megbízható tulajdonos áll a klub mögött, és amit ígér, az teljesítve van. Úgyhogy szerények maradunk, nem fogunk itt beszélni, hogy egy éven belül vagy két éven belül bajnok ligáját fogunk játszani. Fokozatosan szeretnék ezt felépíteni. Most is az igazolásoknál fiatal játékosokra összpontosítunk, akiben látjuk azt, hogy a jövőben tényleg versenyképesek lesznek akár európai szinten is. Na most Otto, viszont, hogyha az anyagiakat ne, de mondjuk a játék színvonalát kicsit összehasonlítjuk, te aztán jól ismered a magyar bajnokságot, legutóbb itthon Pápán játszottál, de ott játszottál Debrecenben, Győrben, a mostani első és második helyzet versenyfutóknál is voltál. Ehhez képest a szlovák élvonal színvonalában, hogy érzed? Különbséget kérdezik. A különbséget, a hasonló, igen, melyik a jobb? Van különbség. Uh-huh. Jobb, ez megint egy van fogalom, ami jobb. Akkor mi a különbség? Különbség az, hogy a szlovák foci az keményebb jóval. És kicsit hajtósabb is. Ugye több a küzdelem. A magyar foci az jóval technikásabb. Többet gondolkoznak a játékosok, és az a különbség, ami a van... A szlovák inkább angolos északibb, igen, meg inkább igen, a latinosabb, igen, azt igen, mondod. Így van. Igen. A magyarok híresek arról, hogy technikás játékosok, ugye. Persze azt a technikás nem tudják úgy felgyorsítani, mint például más országokban, de a szlovák foci nem annyira technikás, de keményebb és gyorsabb. Na de itt meg akkor egy sajátos stílusa lehet a Dacnak azzal, hogy ilyen értelemben hát egy magyar csapat. Igen, magyar magyaros csapat. Magyaros technikát is lehet, nem? Igen, magyar csapat, csak jelenleg két magyar játékos van a csapatban, úgyhogy ezért szeretnénk folyamatosan, ahogy volt mondva, akadémiát beindítani, és magyar srácoknak lehetőséget adni, aki benne van tulajdonképpen a két dolognak a ötvezete, hogy a keménység, a hajtás és a technika, ami a magyar játékosokat jellemzi, úgyhogy bízok benne, hogy rövid időn belül ezt Dunaszerdán meg fog tudni valósítani.
Mekkora potenciál van ebben a nagyon lelkes szurkolótáborban, Krisztián? Nem véletlenül akarjátok, felteszem, a stadiont is újraépíteni, felújítani, fokozatosan elkezdődik. Hát ez, és ebben a tulajdonos pénze is benne lesz, igaz? Igen. Ez nem úgy megy, mint Magyarországon. Igen, a tervezők már készen vannak. Tulajdonosunk egy 12 000-es stadiont szeretne építeni. Tényleg egy európai szintű stadiont, amiben lehetne akár európai liga mérkőzéseket is játszani. A szurkolótáborunkról csak annyit szeretnék mondani, hogy tényleg érdemes ellátogatni Dunaszegedre, akár innen Magyarországról is, akár Budapestről is, mert tényleg olyan élmény dacmeccsre menni, hogy az felejthetetlen élmény mindenkinek. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy egyszer szeretnék így meghívni mindenkit, hogy hát egyszer minden éljék át, ezt, ajánlom, tényleg éljék át egyszer ezt a atmoszférát, azt a érzést, ami ott van abban a stadionban, az felejthetetlen. És hát ezzel a szurkolói biztatással, meg a szurkolótábor nagyságával is, hát azzal meg azért a magyar NB1-ben nagyon ott lenne az élen a legjobbak között a DASZ, hogyha itt játszana ott, igaz? Össze tudod hasonlítani? Igen. Igazából összehasonlítás a Diósgyőrhöz lehetne hasonlítani, hogy a diósgyőri szurkolótábor is egy egyedülálló szerintem Magyarországon. És ha úgy eszem, hogy ha hasonlításképpen, akkor tényleg a Diósgyőrhöz lehetne hasonlítani. Miklós, hogyha végül hadd kérdezem, hogyha ha rámutat, meg szeretne játékosokat, egyelőre még ugye nincsen saját nevelés, akár külföldieket, akkor van-e olyan, lesz olyan prioritás, hogy akár ahogy Otto is Magyarországról? Tegnap éppen erről beszélgettünk, úgyhogy vannak nevek, amikről természetesen nem szeretnénk beszélni, hogy ezeket sikerül megvalósítani, az még titok, de bízok benne, hogy sikerül magyar játékosokat is egyszer Dunaszerdára csábítani, és ott fognak küzdeni a Dunaszerdahelyért. Hát legyen így, akkor még egyszer gratulálok a mostani bentmaradáshoz, és akkor jövőre pedig hajrá, DAC! Köszönjük. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen is!